Remélem, hogy sokan követték a Bónum TV új műsorát, a Kulcs magazinnak az első adását pénteken 17 órakor, és ha figyelmesen nézték ezt a műsort, akkor látták, hogy a téli gumiabroncsokról is beszélgettek, vagy hát volt egy szuper összeállítás is ezzel kapcsolatban. Hát mi tovább visszük itt a témát a délelőttben. Itt van velem a stúdióban Fabok Tamás menedzser. Jó reggelt, vagy hát jó napot kívánok inkább már így az a délelőtt végén. Defektűrő téli abroncsok ez a témánk, de ha egy kicsit visszamegyünk, akkor kezdjük talán ott, hogy mi a különbség a nyári, illetve a téli gumiabroncsok között. Miért fontos az, hogy lecseréljük a kerekeket? Hát az alapvető különbség a téli és a nyári abroncsok között az a mintázatban rejlik elsősorban. Ha egymás mellé teszünk kettő darab abroncsot, egy nyárit meg egy télit, akkor lehet látni azt, hogy a télinek sokkal barázdáltabb és lameráltabb a mintája. Ugyanis a téli abroncsnak ugye nem csak az a feladata, hogy az egyszerű irányítatóság meglegyen, hanem az is, hogy a téli viszonyok között ugye a havat és a latyakos útviszonyokat is tudja kezelni. Úgyhogy ez az első különbség. A másik, ami nem szemmel látható, az inkább tapintható, az magában a gumikeverékben rejlik. Ugye a téli gumiabroncs az puhább, hogy a nagyobb fagyban se keményedjen föl. Hogyha valaki még nem cserélt abroncsot, akkor már el van késve, vagy még mindig érdemes lecserélni a kerekeket? Veszélyes lehet, hogyha most mondjuk így december elején, amikor már kicsit azért havas az idő, vagy mondjuk lehet, hogy fagy is van reggel, hogyha nyári gumival indulunk el? Abszolút. Én azt mondom, hogy nincsen későn. Picit el van már késve, mert azért az útviszonyok azok már erősen téliek, tehát csúszkálnak már az autók. Magyarországon azért egy picit ezzel el vagyunk késve. Ugye a környező országokban, ahol kötelezővé tették, ott általában szeptemberben már cserélik az abroncsokat. Nálunk azért azt mondom, hogy egy picit elkésett a szezon, de ugye még január, február, március környékén is szokott lenni havazás és intenzív mínuszok, sőt, ugye most azt látjuk, hogy inkább január, február az, ami az igazi téli útviszony, úgyhogy mindenképpen, tehát elkésve nincsenek, cseréljék le mindenképpen, mert... Miért veszélyes a halogatás, vagy milyen közúti baleseteket okozhat az, hogyha mondjuk nyári gumival vág neki valaki az utaknak? Hát a nyári gumiabroncs és a téli gumiabroncs közötti féktávolság téli viszonyok között, ez megközelítőleg ilyen 5 és 15 méter közé eshet, függően attól, hogy milyen kopottságú abroncsról beszélünk. Úgyhogy ha első körben csak az anyagi kárt nézzük, hogy egy apró koccanástól is mekkora kár van az autón, akkor ugye nem kérdéses az, hogy megéri vásárolni téli abroncsot, de hát hogyha itt személyi sérüléseket nézzünk, akkor meg aztán főleg nem tudjuk korrigálni, tehát egyszerűen akkora különbség a két gumiabroncs között irányíthatóságban és fékútban, hogy sokszor nem lehet kivédeni. Itt említetted, hogy a környező országokban kötelezővé tették a téli gumiabroncsnak a használatát, gondolom, hogy te a földrajzi adottságokból is adódik ez a helyzet, de nálunk miért nem kötelező, vagy mikor várható az, hogy kötelező legyen? Hát szerintem a gumigyártók lobbiznak ezzel kapcsolatban, nem vagyunk egyszerű helyzetben. Ugye amikor választásokra kerül a sor, akkor nem gondolnám, hogy van az a politikai vezetőség, aki ezt felmerné vállalni a választások előtt. A választások után valószínűleg nagyobb lobby lehetőségünk lenne, dolgozunk rajta, hogy ezt... Gondolom, a gumigyártóknak evidens, hogy nekik megérni az, hogy téli gumiabroncs az kötelező legyen, de ha azt nézzük, azért biztonsági szempontból is ideális lenne, hogyha kötelezővé tennék. Abszolút, ugye ez annyira, hogy vannak olyan biztosító társaságok, akik baleset esetén ez az első, amit vizsgálnak, hogy az adott időjárási körülményeknek megfelelő gumiabroncs volt fent az autón, és megtagadhatják a biztosítási díj megfizetését abban az esetben, hogyha nem az időjárásnak megfelelő téli abroncs volt fent, mondjuk a gépjárműben. Na, vegyük azt a helyzetet, hogy mondjuk ideális esetben téli abroncsra, vagy a téli abroncsot ugye lecseréltük, viszont az is lehet kopott, az is lehet az, hogy állt a garázsban ugye a nyári időszakban. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy ez még használható, ez még jó? Alapvetően az, hogy téli abroncsot teszünk fel az autóra, az már fél siker, de ez egy ilyen álbiztonsági érzetet adhat nekünk, ugyanis, hogyha 4 mm alatti a profilmélység ennek a téli abroncsnak, akkor a funkcióját már nem tudja betölteni. Ugye azok mit jelent, hogy azok a barázdák, azok kisebb, mint 4 mm-esek? Így van. Van egy, a gumiabroncsokon van egy profilmélység jelző pont, és ugye azt bárki tudja otthon ellenőrizni. Ez, hogyha a 4 mm alatt van, akkor már a lamellák annyira elkoptak, hogy azt a funkcióját, hogy a fék hatása
megmaradjon a hó kiszorítása, vagy ennek a latyakos útviszonynak a kiszorítása, ez megmaradjon az abroncsnak, ez a tulajdonsága, ezt már nem tudja produkálni. Akkor ez mit eredményezhet, hogyha felrakjuk ezt a régi kopott téli abroncsot, akkor milyen kockázatai van ennek? Vagy milyen baleseteket is okozhat ez a helyzet? Abszolút. Tehát a nyárival szemben még mindig valószínűleg jobb lesz a fékútja, mert ugye nem keményedik föl a gumikeverék, mert hogy egyébként egy téli gumikeverékről beszélünk, de mivel mintázata az már nem megfelelő az útviszonyoknak, ezáltal a fékútja azért mégsem olyan, mint egy új téli abroncsnak. Na, a mai beszélgetésünknek az a címe, hogy defekt tűrő téli abroncsok, egy jó kis nyelvtörő. Mikor gyakoribbak a defektek, télen vagy nyáron? Hát ilyen általánosítást nem lehet mondani. Én azt mondanám egyébként, hogy nyáron és tavasszal, akkor több szokott lenni. Ugye az utak télen azért tönkre mennek, és elég sok kátyú keletkezik, és ezek a kátyúk, amikor ezekbe belehajtunk, akkor akár dur defektet, vagy akár egy lassú defektet össze tudunk szedni az autónkkal, de ettől függetlenül természetesen télen is bármikor tudunk defektet kapni. Ugye a defekt az nem tud jókor jönni, tehát nem nagyon tudunk olyan időszakot mondani, amikor jókor jön. A probléma ezzel az, hogy a baleseti statisztikák szerint például az autópályáknak a leálló sávján az első 20 perc után fokozottan nő a baleset veszély, és ugye kénytelenek vagyunk defektet nem is javítani, hanem cserélni a defektes abroncsot, tehát félre kell húzódnunk akár autópályán, akár országúton, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Ki hol szokott kereket cserélni? Erre is van egy nagyszerű statisztikájuk, itt a férfiakat és a nőket nagyon erősen külön lehet csoportosítani. Mármint, hogy gumiszervizekben? Hát vagy igen, pedig, azért a férfiak maguk szokták általában kicserélni ezeket a defektes kerekeket, a nők meg általában mindig segítséget. Így van. Tehát igazániból azt tapasztaltuk, hogy amennyiben lehetséges, ugye a hölgyek azok nem nyúlnak hozzá, de nem értenek hozzá, nem is egy nőies munkafolyamat, és nem is tudják, hogy az autóban hol találják meg a szerszámokat hozzá, úgyhogy ők inkább tisztelt a kivétel, így van. Ők általában hívják a sárga angyalt, aki kimenti őket, és akkor kicserélik a kereket. A férfiaknak azért van annyi rutinja általában, hogy ők ezt a helyszínen tudják orvosolni, és ki tudják cserélni az abroncsot. Na most miért jók ezek a defekt tűrő téli abroncsok? Mit jelent az, hogy defekt tűrő? Igen, ez egy kicsit ilyen csalóka megnevezés, mert azt az abroncsot, ami tűri teljes mértékben a defektet, azt még nem találták föl. Ugye ennek az abroncsnak az a lényege, hogy ha defektet kapunk, akkor a gyártó garantálja, hogy még megközelítőleg 80 km távolságra el tudunk menni, körülbelül 80 km per órás sebességgel, tehát a helyszínen nekünk nem kell gumiabroncsot cserélni, hanem el tudunk menni a gumikereskedésbe, ahol biztonságos körülmények között kicseréljük nekünk az abroncsot. Ezek biztonságosak, ezek a kerekek? Megtörtént a defekt, azt egyáltalán észreveszi a vezető? Ezért kell mindenféleképpen egy úgynevezett TPMS rendszer a gépjárművekben. Van egy ilyen rendszer, ami figyeli az abroncsoknak a nyomását, a légnyomását. Több különböző rendszer van, valamelyik konkrétan a légnyomást mutatja nekünk, valamelyik csak jelzi, hogy az egyik abroncsa a probléma van. Mert maga a technológia az annyira biztonságos, hogy egy laikus sofőr nem biztos, hogy észreveszi azt, hogy neki defektje van. Úgyhogy ezért kell egy olyan visszajelző rendszer, ami mutatja is azt a vezetőnek. De megtörtént a defekt, még 80 km javában autózunk, mondjuk esetleg útban egy szerviz felé, de ha észre sem vette a vezető, akkor mi történhet ezután a biztonságos 80 km után? Észreveszi, mindenféleképpen észreveszi. Ugye hoztak egy szabályt 2013-tól minden új autóba, belerakták ezt a légnyomás figyelő rendszert, és ezeket az abroncsokat is csak olyan autóra lehet felszerelni, amiben vagy utólag helyezték be ezeket a rendszereket, vagy már ugye gyárilag is benne van, úgyhogy mindenféleképpen észre fogja venni az ügyfél az, hogy defektes a kereke. Azt már mondtad, hogy a defekt sohasem jön jókor, ugye ez a tavaszi időszakban azt mondtad, hogy talán akkor a leggyakoribb, a téli időszakban milyen veszélyei lehetnek a defektnek, mondjuk egy autópályán autózáskor? Hát ugye elveszítjük a kontrollt az autón. Az az első, amit észreveszünk, függen attól, hogy ez most a kormányzott tengelyen vagy a hátsó tengelyen történt, meg hogy mekkora rutinunk van, és hogy milyen sebességtartományban történt a defekt. Ugye nem biztos, hogy ezt mi annyira gyorsan le tudjuk reagálni, hogy az autót biztonságosan tudjuk manőverezni, úgyhogy óriási veszélyei vannak. Itt a csúszós utak is akkor közrejátszhatnak. Van mondjuk valami vezetéstechnikai megoldás ilyenkor, hogy hogyan érdemes kormányozni azt az autót, hogyha megtörtént a defekt?
Hát mindenféleképpen apró pici fékekkel és kicsi mozdulatokkal, tehát hirtelen nagy mozdulatot semmiféleképpen nem ajánlunk a közúton. De egyébként Magyarországon vannak nagyon jó vezetéstechnikai tréningek, amik ezzel kapcsolatosak, ahol saját autóval lehet tesztelni a tesztpályákon ezeket a körülményeket. Próbálják szimulálni azt, hogy milyenek a csúszós úton a felületek, úgyhogy szerintem ezt érdemes mindenkinek kipróbálni. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál velünk. Remélem, hogy a Bónum TV nézői észbe kaptak, és aki még nem cserélt kereket, az megteszi. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen én is.